Hont András és Farhát Ádám nagyon csúnyán bepánikoltak a közvélemény kutatásoktól. Most nagyon idegesek, és ezért mindketten jól beszóltak nekem. Úgy látszik, hogy miután a Fidesz képtelen a Tisza ellen küzdeni, a NER nyaloncai megpróbálnak minket, influencereket támadni. Csak sajnos pont annyira erőtlenek és szánalmasak, mint mostanában Rogán Antal. Pont András rápillantott a közvéleménykutatások eredményeire, meglátta a Tisza számait, és megijedt, bepánikolt. Aztán meglátta az én számaimat is, és a pánikrohamat tovább súlyosbodott. Úgy érezte, hogy most nagyon durván be kell szólnia a dévnek. És megszületett a megfelelő kifejezés, potrohos propagandista... Csak az a baj, hogy borzasztó nehéz úgy kimondani, hogy potrohos propagandista, hogy épp tele van a szád gecivel, mert most jöttél ki a karmelitából. Ha ilyenkor ezt így kimondod, akkor az egész sem. Ezért kell inkább leírni a Facebookra, de nem csak ezt a gyönyörű kifejezést alkotta meg a nergyagyástódia az ATV saját Bajer Zsoltja, hogy potrohos propagandista, hanem olyanokat is mondott rám, hogy debil, üresfejű hordalék, valamint helyezkedő alamuszi pondró. Ez volt a legszebb. Szeretnék most feltenni néhány kérdést az ATV-nek és az átlátszónak. Ti tudtok ezzel azonosulni, amit ma a Hont András képvisel? Rendben van a számotokra, hogy egy új Bajer Zsoltot alkalmaztok? Kérdezem az ATV-től és az átlátszótól, hogy nektek belefér a bádi shaming? Belefér ez a stílus? A potrohos propagandista kifejezés? Belefér a debilezés? Belefér az, hogy üresfejű hordaléknak nevez egy youtubert, akivel nem ért egyet? Vagy amikor azt mondja, hogy helyezkedő Alamusi Pondró, akkor úgy érzi az ATV és az átlátszó, hogy egy kifinomult intellektuel a kollégájuk? Olyanok vagytok, mint Hont András, azt képviselitek, amit ő? Ez része az ATV és az átlátszó brendjének? Része annak az imázsnak, amit hirdettek magatokról? Egyébként az ATV-től azt is kérdezhetném, hogy mit szólnak ahhoz a rendkívül humánus és korrekt, kultúrált, kicsit se személyeskedő kommenthez, hogy idézem, nekem amúgy semmi bajom a Mirelit pizzát zabáló anyuka pincéjének négy falaközt leszbi pornóra recskázó pattanásos incelekkel, bár azt nem mondhatnám, hogy legjobb barátaim között is vannak ilyenek, mert kevés lenne a közös témánk, de azt meg tudja magyarázni valaki, hogy miért visítozik a videói introjában? Na mit gondoltok, hogy ki írta ezt a kommentet? Nem fogjátok kitalálni, ezt kérem Konok Péter írta. Akit én egyáltalán nem ilyennek ismertem eddig, de úgy tűnik, hogy mára eltanult a Hont Andrástól a gyűlölködést. Ő is befizetett a Hogyan legyek nagyon gyorsan Bajer Zsoltnál is nagyobb paraszt című kurzusra. Amúgy a Mirelit pizzát nem szeretem, nem anyám pincéjében élek, pattanásom lehet, hogy van, bár nem olyan nagy és olyan gusztustalan stílusú, mint a konok nyakán lévő beszélő pattanás, viszont a leszbi porcit valóban csípem, az jöhet. Szóval Hont András elmondja rólam, hogy én egy potrohos propagandista, debil, üresfejű hordalék és helyezkedő alamuszi pondró vagyok, de ugyanebben a pozban azt is mondja, hogy mi a ceglédivel nem gyaláztunk senkit. Ha vágjátok, ők nem szoktak gyalázni senkit. Hont András a posztjában egy másfél évvel ezelőtti videómról ír, ami azt jelenti, hogy ő emlékszik egy másfél évvel ezelőtti videómra. Na, tegye fel a kezét az, aki emlékszik bármelyik videómra, amit nagyjából másfél évvel ezelőtt tettem ki. Ezt a régi videómat még csak 20 ezer ember látta nagyjából, mert akkor még csak annyi nézőm volt, de a Hont köztük volt. Hont András az egyik legnagyobb rajongóm. Hát ha ilyenekre emlékszik, hát én nem emlékszem már rá, meg kellett néznem újra nagyon mély nyomot hagyhattam Hont Andrásban, ha egy ilyen régi videómra is emlékszik, és ennyire gyűlöl, hogy helyezkedő alamusi pondrónak nevez, meg egyebeknek. Hont ezt a videómat a posztjában összekapcsolta azzal, hogy a Tiszamos nem szavazta meg a fővárosi közgyűlésben Karácsony Gergely diákmozgalmas javaslatát, ami a diákmozgalmakat segíteni mindenféle módon méghozzá azért nem szavazták meg, mert Magyar Péterék szélesítenék a segítséget kapó diák szervezetek körét. Vagyis Hont Andrásnak, ha jól értem, az az érve, ha most a Tisza arra törekszik, hogy több diák szervezet kapjon segítséget, akkor miért cseszegettem én Hontot és Ceglédit, amikor azt mondták, hogy a kordonnál nem a diákok tüntettek, hanem csak egy kis részük. Hát először is tisztázzuk, hogy szerintem jó, hogy a Tisza szélesíteni akarja ezeknek a diákszervezeteknek a körét, akiket majd segít a főváros. De akkor miért nem értettem egyet vajon Hontal és Ceglédivel? Hát azért nem, mert minősíthetetlen stílusban támadták a diákokat, és mert nem az én hibám, hogy nem volt ott a tüntetésen az ország összes diákja és tanára. Én nagyon örültem volna neki, hogyha ott vannak ahogy arról sem én tehetek, hogy sok diák és tanár, hát igen, meg volt és van félemlítve ebben az országban. Az sem az én hibám, hogy sok tanárnak és diáknak anyagi és egyéb nehézségeket jelent elmenni egy ilyen tüntetésre vidékről. És arról sem tudok, hogy egyébként akkor kizártak volna bármilyen szervezetet a tüntetésből. De hogyha így volt, akkor természetesen ezzel nem értek egyet. Szeretném Hont Andrással valahogy megértetni, hogy bármilyen formában jött volna létre ez a tüntetés, én mellé álltam volna, és nem gúnyolódtam volna. És egyébként miért ne képviselhetne kevés ember sok embert? Hát erről szól a demokrácia, nem. Hogy akkor ne legyenek képviselők, hanem minden egyes magyar üljön be a parlamentbe? Mert hát akkor valóban mindenki képviselhetné magát, csak egy kicsit nagyobb épületre lenne szüksége, nagyobb parlamentet kéne építeni. És egyébként ne tegyünk már úgy, hogy a diákok és a tanárok legfontosabb követeléseit ne támogatta volna a tanárok és a diákok többsége. Én úgy tudom, hogy ezeket a tüntetéseket nyilvánosan meghirdették, és bárki elmehetett tüntetni. Nem én arról, hogy nem volt ott mindenki, minden diák és minden tanár. De hogyha ott lett volna mindegyikük, én akkor is támogattam volna őket, és nem gúnyolódtam volna rajtuk, ahogy ezt Hont és Ceglédi tették. Azt írja Hont András, hogy én nyilván nem fogom a videómban azt mondani, hogy a Tisza gyalázza a diák tüntetést. Hát tényleg nem. És Tóld András, hogy miért nem? Mert a Tisza nem gyalázta a diák tüntetést. Magyar Péter nem gúnyolódott a diákokon. Szóval összefoglalva, az én álláspontom az, hogy minél több diák szervezetet támogatni kell, és igen, az is nagyon jó, hogyha a kormány ellen minél több diák szervezett tüntet, de ha valamiért úgy alakul, hogy egy tüntetésen csak egy részük van ott, attól én még támogatni fogom a tüntetést. És hogyha te vagy valamelyik haverod gúnyolódni fog, és megkérdőjelezi a tüntetés értelmét, amivel egyértelműen a hatalmat segíti, akkor én ezt szóvá fogom tenni. Nem fogom felolvasni Hont teljes posztját, és ebből a régi videómból se fogok bejátszani részleteket, hanem azt javaslom nektek, hogy olvassátok el Hont András posztját a Facebookon, és nézzétek meg ezt a régi videómat is, amit ki fogok tenni ennek a videónak a végén a záróképernyőre. És ezek alapján, hát döntsétek el, hogy kinek van itt most igaza. És akkor most rátérek a másik nagy kedvencemre, a farhátra. Lássuk, miket mondott rólam a másik gyagyás. A hivatalos sajtón túl vannak a túloldalon influencerek is, de őket is ketté kell választani. Van a mainstream influencer, akinek az arca már gyakorlatilag egy márkajelzés, súlya van a szavának, és vannak a a kis mezei zugfluencerek, akik kb. azt mondanak, amit akarnak, mert annyira jelentéktelenek, hogy még a saját videóikban is csak mellékszereplők, függetlenül attól, hogy mennyi nézettséget terelnek nekik. Félreértés ne ők is be vannak ám kötve rendesen, de szándékosan nem mainstreamesítik őket. Ők a baloldal furkós botjai. Velük mondatják ki az olyan orbitális hülyeségeket, ami például egy potyondi szájából már arcvesztés lenne. Szóval én egy kis mezei zugfluencer vagyok a farhát szerint, és nagyon fontos volt hozzá Tennie, hogy attól függetlenül vagyok az, hogy mekkora a nézettségem. Hát ezt mindenképpen meg kellett jegyeznie, különben oda kommentelnék a nézői, hogy de hát Ádám, hát hogyha a Dave egy Zugfluencer a 70 ezer feliratkozójával és a 100 ezeres nézettségével, akkor te az 50 ezer feliratkozódal meg a 10-20 nagyon jó esetben néha 50-60 ezeres nézettségeden mégis mi a csuda vagy? Ráadásul ugye hozzám nem csak úgy jönnek a nézők, hanem terelik őket a farhátnak meg kell valahogy magyarázni, hogy miért van az, hogy bár a dév sokkal később kezdett el videózni, mint ő, mégis jóval többen kíváncsiak rá. Meg kell valahogy magyarázni a feliratkozóinak, hogy annak ellenére, hogy ő egy stábbal dolgozik, én meg tök egyedül, az én videóimat mégis sokkal többen nézik. Na ez rohadt kellemetlen a számára. Ádámunk nem ismerheti el, hogy amit csinál, az nem tartalom, hanem egy kalapszar azt állítja a farhát, hogy amit én mondok a videókban, azt velem ö, ki mondatják. Tehát nem én találom ki, és a nézőket is terelik hozzám. Mondja ezt annak a hatalomnak a nyalonca, amiről tudjuk, hogy pontosan így működik. Nem feltételezzük, mint ő rólam, hanem tudjuk. Pontosan tudjuk, hogy a megafonosok videóinak hirdetésére százmilliókat szólnak el a Facebookon. Tudjuk, hogyan irányítja a ne a sajtóját ember, hát titeket irányítanak központilag, és hozzátok terelik a nézőket. Ezt ti csináljátok, ez a ti működésetek, és ezt mindenki tudja rólatok. Ezért van az, hogy el sem tudjátok képzelni, hogy másképp is lehet influencernek lenni. A farhát videójából tökéletesen kiderül, hogy Ádám Ikúja nagyjából egy tengeri szivacséval azonos. Ugyanis semmit sem fogott fel abból, amit az Ábrahám Robis videómban mondtam. Az ördögi Rogán úgy akarja lejáratni a Tiszát, hogy megbuktatja a Tiszához semmilyen módon nem köthető stylistot, egy olyan emberen keresztül, aki most hagyta ott a jobbos médiát, ráadásul teszi ezt úgy, hogy nem biztosít hozzá fideses média hát, Ez zseniális, komolyan. Nem mondtam, hogy Rogán áll a mögött Ádám, nem mondtam ilyet. Semmit se fogtál fel a videómból. Én ott arról beszéltem, hogy Abraham Robert egyrészt nagyon helyesen tette, hogy bevitte az anyagait az ügyészségre Lakatos Márkról. A gyengébek kedvéért újra elmondom, hogy ezzel nekem semmi, de semmi bajom nincsen. Ugyanakkor azt látom, hogy Abraham Robert erre egy másik kampányt is felépít, ami már a kormánykritikus influencerekkel szemben zajlik, méghozzá azzal a céllal, hogy lejárassa a gyermekvédelmi tüntetés szervezőit, és ezen keresztül magát a tüntetést is és elérje, hogy az emberek kezdjék azt gondolni, hogy nem csak a Fideszben vannak ilyen ügyek, hanem a másik oldalon is. Miközben Lakatos Márk nem a másik oldal. Ő nem volt a szervezője a gyermekvédelmi tüntetésnek. Nekem magyarázod, Ádám, hogy Lakatos Márknak semmi közel a Tiszához. Hát én ezt pontosan tudom. Viszont Ábrahám Robertről igenis azt feltételezem, hogy ő azért támadja a gyermekvédelmi tüntetés résztvevőit, mert ő úgy gondolja, hogy ha azt az eseményt sikerül lejáratnia, akkor a tüntetés miatt felkapott magyar Pétert is valahogy majd sikerül meggyengíteni. Igen, én azt feltételezem Ábrahám Robertről, hogy ő úgy gondolja, hogy a TISZA a gyermekvédelmi tüntetésre, mint morális alapra épült fel szerintem ez tökre nem igaz. Én arról beszéltem, hogy szerintem Ábrahám Robert ezért támadja potyondiékat. Így már világos Ádám. Egy szóval nem mondtam, hogy emögött Rogán talál. Én nem tudom, hogy ez honnan jött el, el. Hát pont arról beszéltem, hogy ez Ábrahám magánakciója, amit egyébként most már a Fidesz is használ. Ráadásul a Fidesz most már közvetlenül is próbálja a lakatos ügyel támadni a Tiszát, például azzal a fotóval, amin Nagy Ervin megpuszi a lakatos márkot. Hát persze rohadtul nem fog sikerülni neki kezd, de próbálkoznak, ez látszik. De a hülyeség vonaton nincs vészfék, emberünk folytatja. Hát ha Abraham Robertnek az lett volna a célja, hogy börtönbe jutassa a lakatos Márkot, vajon nem teljes csendben kellett volna beosolni az ügyészségbe az anyagaival? Felmerül a kérdés, hogy hazugság -e szándékosan hamis következtetést levonni nagy nyilvánosság előtt, ráadásul ellenvélemény nélkül, bár az imént látott biorobot nem hiszem, hogy ennyire taktikus volna. Minden esetre érdekes, hogy Magyar Péter esetében ezt a kérdést valahogy nem tetted fel, de más sem, viszont segítek. Ha ezek után Robival történik egy véletlen baleset, előtték esetleg kiesik egy ablakon, mindenki tudni fogja, hogy ki a felelős. Azért nem tettem fel Magyar Péter esetében ezt a kérdést, Ádám, mert ott Rogán Antalról volt szó, aki ellen pont az volt a vád, hogy ügyészségi anyagokban nyúlt bele. Rogán Antal esetében alaposokkal lehetett feltételezni, hogy semmi értelme nem lett volna titokban bevinni az anyagokat, mivel lehetett attól tartani, hogy Rogán így is értesült volna arról, hogy mi készül ellene. Elárulok egy titkot a farhátnak. Úgy látszik, hogy ez a tény számára ismeretlen. Az ügyészséget a Fideszes Polt Péter vezeti, nem Lakatos Márk. Jó, hát tudom én, hogy Lakatos Márk egy nagyon nagy hatalmú celeb. Hát hol van Rogán Antal hatalma az övéhez képest? Szerintem Varga Judit is Lakatos Mákról beszélt a hangfelvételen. Jó, hát Rogán nevét mondta valamiért, de valójában Lakatosra gondolt. Hát Lakatos már irányítja az ügyességet, még magát Polt Pétert is. Ábrahámnak nyilván nincs a bízni a Fideszes Polt Péter ügyészségében. Egészen biztos, hogy ha titokban viszi be az anyagot, hát azonnal felhívták volna a Lakatost, hogy taka van ember, megjött az Ábrahám, de előtte még ugorjál már be hozzánk a repülőjegyet ugye az nem gondolod teljesen komolyan Ádám, hogy Lakatos már akkora mafiózó, hogy ő fogja elintézni, hogy Ábrahám Robi kiesen az ablakon. Hát egy stylistról beszélünk ember. Még maga Ábrahám Robi is csak annyi hatalmat tulajdonít neki, hogy jó kapcsolatot ápol különböző szerkesztőkkel, meg újságokkal. Ábrahám Robi, ettől még persze kieshet az ablakon, én nagyon remélem, hogy nem így lesz, de ha esetleg ez megtörténik, akkor én biztos leszek abban, hogy emögött nem Lakatos már fog állni, hanem talán egy nálam nagyobb hatalmú ember, aki később esetleg célpontá válik vagy válhat. Lakatos Márk esetében igenis lett volna értelme titokban menni az ügyességre, hogy fel sem merülhessen a szökés lehetősége, noha még mindig nem tudjuk, hogy Lakatos Márk elszökött vagy sem. Igazából nem tudjuk, hogy hol van hogyha legközelebb kíváncsi leszek a véleményére, akkor majd felhívom puzért és megkérem, hogy vegye ki a f***át a szájából. Úgy talán nem fog félmondatonként levegőért kapkodva zihálni. Farhát. Én esküszöm szeretnék erre reagálni, de az a baj, hogy nem értem, amit mondasz. Hát először nyeld le a vezér rondóját, amivel tele van a szád, úgy sokkal könnyebb érthetően beszélni. Hát mert most csak ennyit hallottam, hogy a... Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha nyomsz rá egy lájkot, és hogyha esetleg még valamiért nem iratkoztál fel a csatornára, nagyon köszönöm, hogyha ezt most megteszed. Azt ígértem nektek, hogy kiteszem a záróképernyőre azt a videót, amire Hont András még mindig emlékszik, ti meg a legtöbben még nem is láttátok. Íme itt van alattam idegő kattintani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Pusz!